Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paul Lillával. Szomszédok, egybefort a magyar retróval. Emlékeznek vajon még a nézők a kedvenc tanítónéniükre? Vajon mi a legfontosabb most az életében? Az általa megálmodott száguldó Orfeum, vagy az egészséges életmód? Mennyit változhatott az elmúlt évek alatt Csicsi, vagyis Ivan Csicsi Lona színművész? Mit szóltál hozzá, amikor felhívott a szerkesztőnk, hogy egy lillás reggelire várlak ide a Gundelbe? Nem lepődtél meg? Nem lepődtem, nagyon örültem neki. Szeretek beszélgetni, úgyhogy örömmel vállaltam ezt. Akkor nyugodtan kenjél magadnak egy kenyeret, mert nem akarok abba a hibába esni, hogy reggelire hívlak, és aztán az adás végéig éhezni fogok, igen. Szolgáld ki magad, és falatozzál közben nyugodtan. A korai kelést hogy viseled? Képzeld el, hogy ahogy halad előre az idő, bár ugye hát természetesen nem halad nálunk, csak a gyerekeknél, egyre korábban kelek. És most már igazából nincs is szükségem rá, mert ugye a fiam most már 22 éves, és a régi idő, amikor még iskolába, vagy annál régebben óvodába kellett vinni, akkor ez rettenetes volt az az időszak, hogy fel kell kelni. És most meg, hogy nem kéne reggel felkelni, és nekem már tulajdonképpen 7-kor kipattan a szemem. Én reggel vagyok nagyon aktív, és aztán ugye este fele ugye elfáradok, inkább korábban fekszem le. És mivel töltöd reggel az idődet egyébként? Reggelizel egyébként? Igen. Rendes nő vagy. Szoktam magamnak főzni, készítek reggelit, és akkor még a családom alszik, kutyák, macskák, párom, és aztán reggel elkezdek dolgozni, őrültem. Ugye számítógép természetesen, és aztán jönnek az ötletek. Úgyhogy én 10 órára már egész jól haladok, amire az én párom elkezd dolgozni, és akkor megbeszéljük a közös napi teendőket, ami a színházunkkal kapcsolatos, és csináljuk, folytatjuk tovább, és aztán természetesen estére nagyon elfáradok. Még akkor is, hogyha nincs éppen aznap előadásunk, és nem kell vidékre mennünk. Azért téged akárhogy akármint biztos, hogy utálod, vagy lehet, hogy szereted, nem tudom, de hát egy ország a szomszédokból ismert meg. Te maradsz a tanítónénik mintaképe, a tisztességnek a példázata, tehát egyszerűen igen. Gondolom, hogy ezt nem lehet kiirtani az emberekből, és nem is kell. Nehéz volt ezzel úgy azonosulni, hogy a hétköznapi életben is azt gondolták, hogy te nem te vagy? De nézd, nagyon sok év eltelt azóta, és én azt gondolom, hogy ezt úgy mindig meg szokták kérdezni, hogy ezt tudom, hogy utálod ezt a kérdést, nem utálom. Ez az én életemnek egy nagyon fontos része volt, és ez nem titok, hogyha ez a sorozat nincs, akkor most elképzelhető, hogy én nem ülök itt. Ezt nagyon sok kollégám esetleg azt tapasztalom az újságíróktól, vagy a televíziósoktól, hogy azt kapják vissza, hogy jaj, ne beszéljünk erről, jaj, ez a téma, jaj. Pedig hát ez a dolog, ez tény, ez így van, és ezt nem tudom, hogy mi, miért nem lehet ezt felvállalni. Hát akkor felvállaltam 13 évig, ez az életem része. Ettől lettem ismert. Emellett természetesen mást is csinálok, és a színház volt azelőtt is az alapvető munkám, az életemnek az igazi szerelem a televízió mellett. De hát én ezt vállalom és szeretem. Az visszatérve a kérdésedre, hogy mennyire azonosítottak ezzel. Biztos, hogy azonosítottak. Ma is van, aki még esetleg, hogyha találkozunk, ugye országjáról vagyok vidéken, azt mondja nekem, hogy Jutka. És akkor mondja, ja, ugye nem sértődtél meg, de hogy sértődök meg, hát miért sértődnék meg? Ő onnan ismer, vagy rám néz, és azt mondja, hogy olyan ismerős vagy, és akkor nem szoktam megmondani, hogy honnan ismer, várok, és akkor a végére azt mondja, jaj, most már tudom, hogy ki vagy, de mivel a lakásukba költöztünk be, igen. Gyakorlatilag olyan voltam neki, mint egy ismerős családtag, barát, igen, családtag, igen, pontosan. Aha. Én ezt vállalom, szeretem, és a mostani időszakban, ahogy haladnak előre az évek, nagyon sok fiatal keres meg, vagy megállít, hogy ők nézik újra a sorozatot, igen, és felvették a részeket, és nézik előről, és akkor csodálkozom, hogy Jézus Mária nézi előről. Mert hogy neki ez a gyerekkora, hogy amikor anyukája mellett ott ült, ezt még megengedték, hogy nézze. És
Aztán az a kérdés szokott következni, hogy mit gondolok arról, hogy miért ilyen népszerű ez a sorozat. Semmi másért nem volt népszerű, ez a mi saját életünkről szól, amihez hozzá tudunk kapcsolódni, a mi hétköznapjainkról, ezeknek a gyerekeknek a szüleik életéről, tehát érzelmileg tudok hozzá kötődni. Azt gondolom, hogy azoknak a sorozatoknak, amik ilyen átvett külföldi sorozat, tehát nem tudsz hozzá, nézed, van egy kis történet, persze, ezek a szálak más ugyanazok, nem tudsz érzelmileg kapcsolódni úgy hozzá, tudod? És azt gondolom, hogy ez a titka, ezért volt az Ádámnak ez egy jó ötlete, és egy picit beleírtuk magunkat a történelembe is ezzel, mert azt gondolom, ezt mindig meg fogják nézni, pontosan ezért. Nem tudom, hogy mennyire vagy sorozatfüggő, vagy nézed a mai sorozatokat, mert ez egy érdekes, én nem vagyok egyáltalán, még azt, a Szomszédokat néztem annak idején, a mostani két nagy sorozatból. Az anyukám, amikor mondja, hogy ezzel ez történt, azzal az történt, akkor fogalmam sincs, hogy kivel mi van, időnként bele szoktam nézni, és nem akarok én minősíteni. És lehet, hogy azért, mert én is akkor fiatal voltam, de ott másak voltak a színészi teljesítmények, mint most. Igen. Más világ. Nagyon sohajtottam. Igen, nem akarom senkinek a munkáját leminősíteni, főleg úgy, hogy nem látom, vagy nem nézem, mert nem keveset szoktam televíziót nézni, akkor is inkább tájékozódom a műsorokról, tehát azért van elég dolgom. Emellett inkább a színházi munkákkal foglalkozom. Hát nem tudom. Akkor erről nem akarsz beszélni? Hát nem akarod bőven kifejteni? Nem tudom, hogy erről. Hogy jól? Bővebben nem jól. Igen, igen. Jó van. Értek én mindent az ég adta régi nosztalgia. Nagyon sok színész ugye elment, hát imádtuk, szerettük őket. Nagyon sokat tanultam tőlük, nagyon sok segítséget kaptam. Éppen néztem most legutóbb, ugye még főiskolás koromban a Különös házasság. Úristen, milyen színészek, milyen helyszínek, és mennyi, milyen nagyszerű emberek voltak, és milyen alázatos színészek voltak, alázatos emberek. Én azt gondolom, hogy amit én észreveszek, ugye mi is elég sok fiatal színésszel dolgozunk, nagyon helyes, nagyon kedves emberek, de egy picit azt gondolom, hogy ez a bizonyos alázat hiányzik, és az, hogy nézem, próbálok valamit ellesni esetleg az idősebb kollégától, biztos tud valamit. Sokszor úgy érzem, hogy talán nem is érdekli őket, hogy valamit úgy. Ez a fajta nagyon nyitott média népszerűség, ami a mai fiatalokat körülveszi. Ez lehet az oka, hogy úgy gondolják, hogy 18-20-22 évesen ők világsztárok, és mindent tudnak, és az idősebbeknek kellene tőlük tanulni? Ezt észrevettem már? Valószínű, hogy így van. Igen. Aztán később persze ők is szembesülni fognak azzal, hogy ez a népszerűség ugyanilyen hamar meg is szűnik, de hát nekik ahhoz még idő kell. Ezt most élvezik, és akkor ott vannak, és működik ideig, óráig, hát ezt ismerjük, ezt a történetet, tehát nem fogok most erről hosszasan beszélni. Azt gondolom, hogy a színészi pálya, és én ezt a színészi pályát választottam hivatásomnak, az nem egy ilyen rövid távfutó dolog, hanem az egy hosszú történet, és aztán a végén kiderül, hogy ki meddig tud eljutni benne. Te most egy saját színházat is csinálsz, Szentendrén. Mindig egy önálló vállalkozás, az egy nagyon nehéz vállalkozás. Azért most már van mögöttetek egy elég hosszú idő, és az előbb mondtad, hogy a párodtal együtt csináljátok, ami egy nagyon jó dolog, de egy nagyon nehéz dolog is, mert akkor együtt sírunk, együtt nevetünk, együtt vagyunk sikeresek, vagy együtt bukunk. Milyen volt az ívetek eddig? 5 éve, most már lassan 5 éve csináljuk, és igazából ugye 20 évet eltöltöttem Kőszínházban, 10-et Budapesten, 10-et vidéken, Sopronban, és aztán úgy hozta az élet, hogy igazából talán kényszerből is szabadúszó lettem, és nehéz volt a megélhetés, és aztán így jött az ötlet. Azt mondta a párom, hogy csináljunk színházat, tessék, volt egy-két gyerek előadásom, és nem tudtam vele mit kezdeni, és ő nagy lelkesen más világból jött, és úgy gondolta, hogy minden működik nálunk. Most már szegény 5 év után nem gondolta volna, hogy ebbe így bele fog kerülni. Ugye ő sokáig élt külföldön, és nagyon vidáman kezdte ezt az egész történetet. Hát ma már egy kicsit megtörtebb, de ugyanolyan lelkesen csináljuk. Én nagyon-nagyon szeretem csinálni, és nagyon-nagyon szeretem az önállóságot. Mindig is egy szabadság szerető ember voltam. Én egy ilyen mérleg vízöntő vagyok, és soha mindig nehezen tűrtem
a kötöttségeket, és ez a pályám elején is megmutatkozott sok butaságban, például a pályám elején ugye filmeztem, és aztán 5 évre eltiltottak, mert úgy döntöttem, az egyik filmben levágták a hajam, halálosan megsértöttem, és akkor azt mondtam, na jó, véges, ott hagytam a filmet. És aztán például 5 évre el is tiltottak, nem is mehettem a filmgyárba, szóval voltak ilyen buta dolgaim, vagy fogtam magam, és akkor ott hagytam a színházat, de nem bírtam, tehát egy darabig úgy csinálom, sem, és akkor egyszerűen szabadulnom kell, tehát ilyen békjóból, nem tudom. Ugyanakkor meg rám nézel, akkor úgy tűnik, hogy olyan kis békességtől, olyan kis, de nálam ez csak egy darabig működik, és ezért szeretem nagyon ezt a saját önálló munkát, ami nagyon nagy teher, nagyon nagy felelősség, körülbelül 50 emberrel dolgozunk, ebbe bele tartoznak a színészek, a műszak és akikkel együtt dolgozunk még, de hihetetlen szabadságot ad, és örülök minden egyes elért eredménynek és sikernek. Nem könnyű magánszínházat működtetni ma, állami támogatás nélkül, kizárólag a bevételeinkből tartjuk fenn magunkat, esetleg szponzori támogatással, vagy épp a TAO támogatással, ami ugye állandó küzdelmet jelent szintén, de az elért eredmény sokkal értékesebb. Uh-huh. És bizony meg kell harcolnunk a sikerért, de akkor, amikor látom vidéken bárhol vagyok, akármilyen pici faluban, vagy nagyvárosban, vagy egy nyári fesztiválon, az a siker, az egy igazi, őszinte siker a közönségtől, ami jön, és azt örülök, mert azt mondom, hogy ne ezért megdolgoztunk, mi hoztuk létre, és ott van az egész táp, tehát egy őszinte történet az egész, ami azt gondolom, hogy én egy ilyen ember vagyok, tehát nekem ez uh-huh. fontos, hogy ez ne egy ilyen műdolog legyen, és ráadásul ennek úgy vagyok részese, hogy akkor én vagyok a művészeti vezetője, és akkor boldog lehetek. Ráadásul színészként is játszom az előadásaimban, tehát színészként sincs hiányérzetem, uh-huh. és olyan színészekkel dolgozom, akiket szeretek, olyan rendezővel, akiket szeretek, olyan díszlettervezőt hívok, akit szeretek, vagy akit tehetségesnek tartok, vagy például meg tudok hívni olyan színművész kollégákat, akiket tudom, hogy méltatlanul vannak olyan helyzetben, hogy nincs munkájuk, és akkor szólok, hogy gyere, és uh-huh. akkor dolgozzunk együtt. Természetesen megkövetelem azt, hogy azért cserébe én is elvárok bizonyos dolgokat. Elég maximalista vagyok, de azt gondolom, hogy aki velünk dolgozik, az és tényleg dolgozni akar, az nem csalódott a mi munkánkban. Ez a szágódó Orfeum, az Orfeum nevet majd elmagyarázod, a szágódó az mondjuk azzal összefügg, gondolom, hogy járjátok az országot. De azért ez egy elég nehéz vállalkozás. Tehát ma Magyarországon magánszínházat fönntartani tudjuk, hogy szinte lehetetlenség. És most egyébként azért is érdekes az egész, mert most például nem is olyan régen állami támogatás hiányában színészek saját sorsukat kezükbe vették, és mondjuk kibérelnek egy színházat, vagy megpróbálják fönntartani. Most ez nálatok hogy ment? Tehát azért te akkor is játszottál, amikor elkezdtétek ezt az egészet. Játszottál vidéken is, Pesten is. Oké, hogy szabadúszó voltál, de hát ezt az életmódot, hogy szabadúszó vagy, szereted. Akkor végig gondoltad, hogy gazdaságilag mi mindennek kell megküzdeni? Mert a legtöbb vállalkozás, ugye legalábbis én úgy gondolom, hogy a színész részéről azt gondolja, hogy jó, hát akkor legalább lesznek szerepeim, és azt játszom el, amit én akarok. Punktum. Igen. Azokkal, akikkel én szeretnék. Na de hát aztán hogy innentől kezdve kezdődnek a gondok. Mert akkor most gazdasági vezető vagyok, vagy aztán lehet, hogy később lett, hogy első pillanatban biztos nem azzal kezdtétek, hogy itt van 100 millió forint, és akkor mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek. Hát szóval azért ez egy őrült vállalkozás. Igen. Már 5 évvel ezelőtt is az volt. Így van, és hát én jó magam egyedül nem is tudtam, mint hogy mondtam neked ebbe belekezdeni, de az én párom marketinggel foglalkozik, tehát így ketten kiegészítjük egymást, bár ő ugye sokáig élt külföldön, és a magyar viszonyokat annyira nem ismert, hogy ennyire nehéz a helyzet, és ő inkább azzal küzd, én most is azt látom nála, hogy az a bizonyos adott szó, amit megbeszélünk, akár egy szerződés. Tehát, hogy úgy lehessen nyugodtan dolgozni a partnerekkel, hogyha megbeszéltük, ha alá van írva a szerződés, hogy az teljesüljön. Tehát ő inkább az energia erre megy el, hogy neki ilyen szempontból sokkal nehezebb. Az anyagi szempontból is egyre nehezebb, mert kevesebb érezzük, hogy kevesebb a pénz a közönség részéről is, és azok részéről is, akik esetleg támogatnának bennünket, meg megtalálni a támogatókat. Hát nézd, hogyha 5 évvel ezelőtt tudom, hogy ez
vagy belelátok, hogy ez milyen nehéz, mert sokszor, sok előadásban úgy, úgy megyek bele, hogy azt se tudom, úristen, ha tudtam volna, hogy ez ilyen, de akkor már benne vagyok, akkor már csinálni kell. Ott van mögöttem a stáb, és akkor várják, hogy legyen premier, akkor azt meg kell csinálni. 2 éve működünk Szentendrén is úgy, hogy a önkormányzat erkölcsi támogatását adta ahhoz, hogy jó, akkor csináljuk ott évközben előadást, tehát van a nyári színház, az nem a mi reszortunk, hanem évközben bérletes előadásaink vannak, őszi és tavaszi bérlet. Ezt teljesen ketten a párommal mi alakítottuk ki a nullából, tehát a közönséget, minden. Nagyon-nagyon sok energiánk, munkánk van benne, hogy havonta teltházas, sőt, hát nagyon örülök, szinte pótszékes előadásaink vannak. Óriási energiánk és munkánk van ebben, és szinte misszióként csináljuk, mert hogyha most megmondanám neked, hogy mekkora hasznunk van egy-egy előadáson, akkor kinevetnél engem. De szeretem, és akkor azt mondom, a közönség, aki odajön és megsimogat, és azt mondja, hogy de jó, hogy csinálod, vagy várom a következő előadást, vagy látom, ott állok az ajtóban, ott sokszor én állok ott, és fogadom a közönséget, hogyha nincs, nem vagyok benne az előadásban. A szeretetet az arcukon nekem ez megéri, mert nem vagyok Terézonya, de ez engem épít tovább, tehát hogy tudjam ezt tovább csinálni. És hogyha úgy indulunk neki, hát most is... minden hónapban összeállítjuk az előadásokat, és nekiindulunk, és egymásra nézünk Péterrel, Sebők Péter a párom, hogy na akkor csináljuk tovább, na, de hát meddig bírjuk, vagy energiával, vagy megint ott állunk, hogy talán nullán vagyunk, de csináljuk, hátha, és ezt megyünk előre, és akkor ilyenkor erőt ad a közönség szeretete. És ez valahogy úgy megyünk előre, fölfele, tudod. Tehát mindig csak fölfelé és előre lehet menekülni. Hát ez menekülni, így van. Aztán bár nem jó szó, hogy menekülni, de mégis az. Hát igen, sok esetben igen. Tudod, ki jutott az eszembe? Nem is olyan rég, a Richterékről biztos hallottál. Igen. Egy hihetetlen jó család, és ők egy nagyon szép cirkuszi előadást hoznak részt. És elmentem a múltkor, és az öreg Richter, aki... A szakmájának az egyik csúcsa fogadta a cirkuszba érkezőket előadás előtt másfél órával. Igen. És akkor akik ott, és tényleg, tehát az nekik, de jó, érted? Igen. Igen. Érted? Ez fontos. Járni sokszor alig bír olyan beteg, de ő ott áll, és mindenkit fogad. És akkor, ahogy megyünk befelé, tehát már annak egy olyan hangulata van, és azért mondtam, úgy megörültem, amikor mondtad, hogy te ott állsz, igen, és várod a nézőket, mert az egy különleges tisztelet, hogy a főnök nem az olyan, na jó van, gyertek, és akkor nem tudom én, hanem igen, ez az enyém, és én értetek, igen, teszek valamit. Tudod, és a mai világban, amikor ugyan elembertelenedett, ki tudtam mondani, élet van, tehát az emberek annyira vágynak a szeretetre. Jó magam is, mindenki, tehát hogy akkor miért ne adnánk egymásnak egy kis, mert ez adok-kapok, hát ez egy önző dolog, ott állok, és persze kapom a szeretetet én is, de jó érzés, mert akkor én meg ezzel tudok tovább lépni, én megadom nekik az előadást. Tehát ráadásul előadás előtt mi is ugye állandóan köszöntjük a közönséget, személyesen meg vannak szólítva. Kell, fontos az embereknek, mert rettenetesen be vannak zárva a kis lakásukba, és ott szoronganak, és bizonytalanok, és hát az élet meg egy pillanat alatt elrepül, hát ennyi szeretetet miért ne adjak én is, és én is egy simogatással visszakapom. És már jó napom van, nem? Dehogy nem. Úgyhogy én ezt fontosnak tartom. Hogyan választjátok ki a darabokat, vagy az előadásokat? Az előadásaink nagy része saját előadás, vannak olyan befogadott előadásaink is, amiket én országszerte nézek, és aztán esetleg úgy gondolom, hogy többre érdemes, pont azért, hogy ne csak bemutatója legyen egy-két előadás, vagy megkérnek a kollégák, hogy akkor esetleg vigyük tovább, szoktunk ilyet is csinálni. Az arányt kell jól megtalálnom, mert ugye az egész országban jelen vagyunk Szentendrén kívül, és hát természetesen vígjátékokon kívül most épp legutóbb egy zenés előadást mutattunk be, ami gyakorlatilag anyagilag nekünk a legnagyobb befektetésünk volt, mert élőzenés, zenés előadásunk nem volt eddig, és ez ugye a Luru című előadás, amit még annak idején nagyon-nagyon régen Vodrogi és Vojtági játszott a József Attila Színházban. De milyen kedves, milyen jó darab volt. És ezt aztán nem is nagyon játszották azóta, úgyhogy azért szeretem kiválogatni az olyan darabokat, amik nem... Azt láttad te annak idején velük? Nem láttam, én csak a YouTube-on néztem, a néhány nóta van fent. Te az enyém, én a tiéd, Hálló Seri, és ezek, és most olyan jó ezeket hallani újra, úgyhogy
Úgyhogy ezt az előadás, ez ugye ebben az évben kettő. Ez a Lulu bemutatónk volt, ezzel járjuk az országot, és fiatal tehetséges színészeink vannak benne, meg Koltai Robi rendezte, uh-huh. úgyhogy nagyon szeretem, és hát nagyon nagy az érdeklődésre, hála Isten. Azért kezdtem ebbe bele, mert ugye vannak zenés előadásaink, vannak irodalmi, magyar irodalmi értéket képviselő, tehát a Tótékat is például most legutóbb Szegedről hoztuk fel, ugye, és olyan boldog vagyok, mert olyan tehetséges színészek játszanak benne, nem is ismerik őket, és úgy örültem, hogy ide Budapestre felkerültek, és, uh-huh. és láthattam őket, és ők is többre érdemesek. Ez a szép, vidéki színészeknek az életére majd mindjárt visszatérünk, de még a saját darabjaidnál maradjunk egy kicsit, mert sok-sok éven keresztül te egy nagyon jó gyerekműsort csináltál, és a gyerekműsorok egy különleges helyzetben vannak ma Magyarországon, és nagyon kevesen csinálnak jó gyerekműsorokat. A zene a gyerekeknél mindenképpen elengedhetetlen, hiszen a megszólításnak az egyik legalapvetőbb formája. Voltak a Halász Judit féle gyerekműsorok, vannak az Almi együttes féle gyerekműsorok, én nekem most a kedvencem a Marcipán együttes, nem tudom, ismered-e őket? Hallottam. Zseniálisak, ajánlom figyelmedbe, akik egy teljesen új stílusba szólítják meg a gyerekeket is. Tünemény, uh-huh. és akkor voltak az Ivancsics Ica féle gyerekműsorok is. Igen. Hogyan sikerült ebben a lefedettségben egy saját stílust kialakítani? Mert azért nem egyszerű, mert ugye nagyon sokan azt várják, bocsáss meg, tudom, hogy már akartál válaszolni. Nem. Tehát ugye azt gondolják, hogy megvannak, és akkor még a 100 fok Celsiust is vegyük mellé, mert még az volt egy nagyon markáns, most már a paprikáikról nem beszélünk, hogy ugye szeretik azt, amit egyébként is hallanak. A rádióba, itt-ott televízióba, tehát azok a dalok is kellenek, mert az visszaközön. De azért muszáj a saját egyéniségét is belevinni egy erőadó művésznek. Te ezt hogyan alakítottad ki? Nézd, tulajdonképpen be kell vallanom, hogy ezt a dolgot a színházunk elindulása után néhány évvel le kellett állítanunk. Egyszerűen a dolog nem működött. De miért? Azért nem működött, mert, és ez az én nagyon-nagyon nagy fájdalmam, és igazából ugye a színházunknak elég komoly tervei vannak a jövőre vonatkozóan, túl azon, hogy ugye a Száguldó Orfeum név is rövidesen meg fog változni. Nagyon-nagyon szeretnék a gyerekeknek is egy lehetőséget. Nem, igazából nincsenek gyerekeladásunk, fent van még uh-huh. a honlapunkon egy-két gyerek. Nem működik. Annyira alacsony áron tudtuk volna ezeket az előadásokat egy-egy helyre elvinni, hogy azt mondtam, hogy nem. Tehát én az én művészeimnek ennyit nem. Uh-huh. Azért, mert annyira alul van értékelve ez az egész uh-huh. dolog, túl azon, hogy vannak a koncertek, ugye Halász Judit, meg akiket említettél, én próbáltam gyerekelőadásokat, zenéseket, és annyira fel van higulva ez a történet, hogy, és néhányat láttam is belőle, és nagyon szomorú vagyok, és azt gondolom, és azt mondták, hogy persze a gyerekeknek, úgyse ismerik a gyerekek a színészeket, mindegy, hogy oda jönnek, és akkor uh-huh. úgyis telt ház van, mert ugye hozzák őket az óvónénik. És ez nagyon bántott engem hát, sokáig. A legkritikusabb közönség a gyerek közönség. Hát oda kell van. A legjobb. Legjobb kell. Gyereket hát le kell a jövő kötni. Közönsége is. Igen. Ő. Nekünk ez a dolog nem működött pontosan ezért, és én nem voltam hajlandó 5 forintot fizetni a színészeinknek, azt mondtam, inkább akkor nem. Hmm. Most szeretnék valamiből belekezdeni, ez még úgy kialakuló félben van, hogy visszatérjen a gyerekközönség, mert ugye én nagyon-nagyon szeretem uh-huh. a gyerekeket is, meg hát hosszú-hosszú évekig azért én a József Attila színházban játszottam, nem is akármit, Kisherceget a gyerekeknek, és én azt gondolom, hogy ott elég jól megtanultam a gyerekeknek játszani, az is egy nagyon jó tanulmányi időszak volt, az a színész számára is egyébként különben nagyon fontos ám, hogy a színészek megtanuljanak a gyerekeknek is játszani, mert ugye sokszor hajlamosak arra a fiatal színészek, persze gyerekek, gyorsan nyomjuk le, és aztán közben meg nagyon fontos közönség. Mit tanultál a gyerekektől? A gyerekektől azt tanultam, amit te mondtál, hogy a gyerekek őszintén kimondják azt, amit. Szóval nincs kertel, és ha nem tetszik, akkor. És akkor nem úgy kell arra reagálni, hogy akkor persze, akkor jó gyorsan, meggyorsítom a szöveget, legyen vége az előadásnak, hanem igen, és akkor dolgoznom kell azért, hogy elfogadjanak, uh-huh. és ha én jó vagyok, akkor ő biztos, hogy meg fog hallgatni, és figyelemmel
fog engem kísérni. Hát ezek ilyen finom dolgok, inkább úgy érezni. Uh-huh. Érezni, megtanultam őket, hogy tudok egy előadást úgy végigcsinálni, hogy a figyelmüket végig fent tudjam tartani, vagy elfogadjam azt, ha esetleg nem, akkor tudjak tovább menni úgy, hogy ne vágjak pofát, hogy jaj, már megint a gyerek bele kiabált a dologba. De a nagyon színházat a lehetőségek őket. Megadják az, hogy reagáljál a gyerekekre? Mert amikor előadás van, és nem, mondjuk nem a József Attila Színházban vagyunk, akkor ki lehet szólni, tehát akkor lehet egy kommunikációt csinálni. Meg lehet ezt tenni közszínházban? Rendezett előadáson. Én nagyon szeretném, ha meg lehetne, és ezen gondolkodom most éppen, hogy egy ilyen jellegét a színházunknak, tehát legyen egy ilyen oldala, és tudjak valamit, most a munkatársaimmal dolgozunk, kitalálni, hogy a gyerekeknek is legyen előadásunk, és valamilyen módon akár őket bevonva interaktív módon. Nem úgy, ahogy volt nekem a régen, ugye a Csodavilág, meg nagyon szerettem azokat a zenés előadásokat is, talán másképpen. Remélem, hogy legközelebb, hogyha beszélünk, akkor már erről is fogok tudni mondani érdekes dolgokat. Hát ez egy különleges világ. A gyereked, már akkor, amikor a gyerekműsorokat csinálták, sokkal nagyobb volt. Tehát ő lehetett volna egy jó visszajelzés egyébként? Azokra az előadásokra, vagy azokra a dolgokra, amiket te csináltál? Az én saját gyereked. De például nekem a saját gyerekem most a legnagyobb kritikusom. Tehát én senkitől nem félek annyira, tényleg, mint az ő kritikájától. Tényleg. Épp most meséltem, hogy az én fiam ugye most 22 éves, és ő rengeteg időt töltött velem színházban. És hát most is ugye a színházunknak ő a futósa, és ott van a olvasópróbán, ott van a premiéreken. Hát akkor családban maradt. És sokszor, amikor előadás van, vagy hívom, akkor van, amikor azt mondja, hogy anyu, most nem jövök el. És akkor megbocsátok neki ilyenkor, mert ő az egész gyerekkorát ott töltötte a színfalak mögött, és ott ült a takarásban. Emlékszem, hogy a Kisherceget játszottam nagyon-nagyon sokat, és ott ült a súgó ölében, ott kellett neki délelőttönként ülni, és mindig attól rettegtem, Istenem, most fog bejönni a Bence, most beszalad a színpadra, és akkor így mit fog csinálni, és akkor csendesen ott ült, végülte, és alig várta, hogy vége legyen az előadásnak, mehessen hátra, díszletet bonthasson, mert ő az érdekelte, hogy akkor kalapács, és nagyon kedves díszítők voltak még nem a József Attila Színházban. Nem akart soha, és a művészettől is távol akart kerülni, és milyen az élet, hogy mégis aztán a vizuális világba találta meg az örömét, mert azért valamilyen módon csak meg lett fertőzve, ő is azt mondta. Egyébként ő a mai napig is megkérdezem őt, tehát az előadások kapcsán ugye mindent, tehát hogy Bence, hogy tetszett, csak ő nagyon udvarias gyerek, mert ő most gondolkodom, nem is mer rólam rosszat mondani, vagy nem szokott. Esetleg mit tudom én, annak kapcsán, hogy most hangos volt, most nem hallottam, de úgy minősíteni nem szokta, de mindig megkérdezem azért az ő véleményét is. A gyerek legnagyobb kritikus, akkor most a legnagyobb kritikusom? Hát a közönség, hát nem. A családban azért szeretnek engem. Úgyhogy azt nem biztos. Úgyhogy szeretik. Nagyanyám mondta mindig azt, hogy nem azzal akarok jót, fiam, hanem szólok egy árva szót sem. Elvárom egyébként, meg a próbaidőszak alatt is azt szeretem, hogyha inkább vitatkozzunk, meg hát azért mi a párommal elég komolyan szoktunk vitatkozni, és komolyan összetűzés, de ez visz előre, szóval nem szeretem azért, hogy dicsérgessenek, ha mondják meg, hogy mi a de ez inkább a próbaidőszakra jellemző. Aztán premierre remélem, hogy minden jól elkészül, de elfogadom, tehát a kritikát is elfogadom. És sőt, szeretem is, és meg is szoktam fogadni. Azt gondolom, persze rosszul esik, hát kinek nem esik rosszul, de aztán elgondolkodom, hogy Jézusom, lehet, hogy tényleg igaza van. És akkor utána az ember változtat rajta. És ezt tudod, eszembe jut most egy nagyon régi történet, amikor egy nagyon-nagyon rossz próbaidőszakon volt vidéki színházban, iszonyatos nehéz... Közben én eszem egy falat, egyél, iszonyatos nehéz... Te se fogsz vissza magad, mert jó. Azt mondod, idegi volt a Power Lilla, és aztán nem kaptam és aztán egy falatot sem kaptam. Igen. Úgyhogy az egy elég kellemetlen, és akkor utána milyen vízhanggal mennél el innen tőlünk. Szóval nagyon nehéz próbaidőszak volt... Nem is tudom, milyen voltam abban a szerepben. Szóval nagyon kemény időszak volt. Kemény volt a rendező, sok nehéz éjszakát szerzett nekem, nagyon rossz álmaim voltak. És visszagondolva most utólag, elképesztő sokat tanultam abból az időszakból. De ezt én csak évek múlva ismertem el. Tehát azt gondolom, ezek is fontos dolgok. Fiatalként biztos, hogy halálosan megsértődtem volna.
ez is előre vitt. Tehát az életben ugye a nehézségeket azért kapjuk, hogy akkor vagy induljunk el másfele, vagy gondolkodjunk erről, hogy akkor abban az időszakban, vagy abban a pillanatban iszonyatosan nehéz. De hát én azt szoktam, hogy a Jóisten mindig annyi nehézséget, vagy annyit tesz rám, amit én el tudok bírni. Többet biztos, hogy nem. A magunk fajta, mondhatom így nyugodtan, korban és gondolkodásmódban és stb. Ember ugye keresi a különböző útjait. Ez akár vallás, akár étkezés, akár filozófia, mert tudom én, mindegyikünk végén megy azon, hogy a buddhista szellemiségbe bele próbálja magát képzelni, hiszen az nagyon szép dolgokat képvisel, akkor ezoterikus dolgokon filozofálgatunk a világ végén, utána nézünk a dolgoknak, szeretjük a misztikus dolgokat. De neked voltak ilyen útjaid egyébként, amikor keresgélted a magad helyét, meg a magad igazságait? Hát tulajdonképpen a keresgélésről azért nem beszélek, mert én Kaposvár mellett Nagybajonban éltem. Az én szüleim nagyon egyszerű emberek voltak. Én katolikus szellemben nevelkedtem, tehát így neveltek engem. Nekem soha nem volt kétségem afelől, hogy most én ateista vagyok, hogy Istenhívő voltam. Így születtem, így neveltek kisgyerekkoromban. Templomba jártam, akkor ugye azt nem szerettem, nem volt jó. Nekem ez mindig, amikor például Budapestre felkerültem, amikor azt se tudtam, hogy a Rákóczi útról hova vezet ki az út, életemben talán kétszer voltam Budapesten. Nagyon hirtelen jött nekem ez a főiskola. Tehát szinte egy játék volt, hogy most felvesznek, nem vesznek, aztán felvettek. És ott találtam magam egy ilyen forgatagban, és nagyon sok nehéz helyzet volt, amikor szinte el szerettem volna futni, és azt mondom, Jézusom, ez sok nekem, nem bírom. És ilyenkor bizony ez a gondolkodás volt az, ami engem megtartott. Az, hogy én bementem egy templomba, és akkor leültem, és azt mondtam, hogy na jó, akkor most valami segítséget kérek, és kaptam is. Tehát nekem ez egy kapaszkodó volt. De mondom, nekem ez egy természetes dolog volt. Tehát aki azt mondja, hogy most megtértem, vagy buddhista, vagy bármilyen vallás, az ők is keresik az utat, kapaszkodót, az jó. Én az én gyerekemet egyébként ugyanígy neveltem, és például az én fiam nem gyakorolja a hitét vagy a vallását, de én tudom, hogy adtam neki egy olyan, amit mondtam az előbb, kapaszkodót, amit ő mindig fog tudni használni. Nekem ez fontos, és fontos, hogy a családunkban hogy ez így továbbadódjon. Teljesen tiszteletbe tartom mindenkinek, akár a vallását, tehát, hogy ő nem hisz, vagy hisz. Természetesen az nagyban megváltozott, ahogy én gondolkodtam kiskoromban Istenről, például, ahogy most gondolkodom. Tehát, amit mondta a spirituális dolgokról, vagy a ezoterikus dolgokról, vagy mit tudom én, agykontroll, azt is például megcsináltam, elvégeztem. Nagyon nagy erőlelépés jelentett, mert ugye az ember azt gondolja, hogy Isten, és akkor segítsen, és imádkozom, és akkor majd jó történik. Na, de hát én abban nem gondoltam el, hogy nekem is kell tennem azért, hogy valami történjen, amit például később tanultam meg, hogy ez a dolog akkor fog működni, ha én teszem, és igenis, hogy vannak konkrét célok, és igenis el akarok érni valamit. Régebben én csak úgy vártam, hogy majd, és tényleg így volt, hogy na, majd történjen valami. Sok jó dolog történt velem, de most látod, így visszanézve, úgy fél száz év, úristen, de sok, ha akkor tudatosabb vagyok, akkor most biztos, hogy nem itt tartok. Nem, mintha nem lennék, nem érezném jól magam a bőrömben, de ha most kezdeném a mostani bölcsességemmel, akkor egészen biztos, hogy sokkal messzebb eljutottam volna. Nem tudom, hogy az most aztán jó lett volna, vagy nem, de a mostani eszemmel más. Mit jelentene az, hogy messzebb eljutottam volna? Figyelj, csinosan nézel ki. Sikeres a családod. Van egy vállalkozásod, ami nem a legsimább úton halad, tehát nem jégen csúszik, hanem göröngyösebb, de pontosan ezért a sikereket sokkal jobban éled meg benne. Az emberek ismernek, a közönség szeret. Tehát mi az, ami még lehet? Díjaid is vannak, szakmai díjaid. Hát azért vannak. Hát... Jó. Na jó, akkor tényleg, de nézd meg, nincs jászai díjam, sincs. Hát most... Mi kellett volna ahhoz, hogy legyen? Tudatosabban kellett volna a pályámat építenem, nem építettem tudatosan kapcsolatokat. Én úgy csak voltam és csináltam, és azt gondoltam, hogy ez elég. A,
a színházi munkámban, a színészi munkámban is tudatosabban kellett volna, igen, építeni a saját karrieremet, a pályámat, független attól, hogy engem ismertek a szomszédokból. De hát ez azért, ezek a dolgok nem hát ilyen simák. Ezt kellett jobban kihasználni. Pontosan. Ott lenni mindenhol? Így van, mutatni így van. Magad? És én ezt nem csináltam. Uh-huh. Én ezt sőt elhúzottam nagyon hosszú ideig. Amióta van egy saját vállalkozásom, mert ez a színház az ugye a saját vállalkozásom, tudom, hogy ez hozzátartozik, tehát nem lehet otthon ülni és begubozni. És most látom a színészeimen, akiket kérek, hogy most jelenjetek meg, és akkor látom, hogy úgy ne, mert tudod, bennünk van, hogy akkor én megmutattam magam a színpadon, odaadtam neked a kitettem eléd a szívemet, ott van, és tényleg levetközik az ember lelkileg, tehát ott van mesztelen. Utána nehéz újra kimenni a közönség elé, mert érzi az ember, hogy oda tettem magam, hogy ez voltam, és ennél több mi kell. Tudod, és ezért is vagyunk mi egy kicsit úgy elhúzódóbbak, de nem lehet. Tehát ezt nekem másképpen kellett volna csinálnom. Azért gondolom, hogy azért mondtam, hogy talán máshol tartanik. Nem tudom, hogy hol. Tudatosabban kellett volna építenem a saját pályámat. Igen, több helyen megjelenni, több újságban megjelenni, több televíziós megjelenés. Sőt, amikor ment a Szomszédok sorozat, akkor is jobban rá kellett volna erre a dologra építeni, de akkor mondjuk ez ugye a rendszerváltás körüli időszakban volt, nem is lehetett, ráadásul reklámokat sem vállalhatok. Tehát ez egy ilyen átmeneti időszak volt, mi se tudtuk. Így a vállalkozói világba való átmeneti időszaka volt. Azért mondom, most már másképp gondolom. Nincs bennem bánat vagy fájdalom, hogy valamit elmulasztottam. Szerintem nem mulasztunk el semmit. Minden reggel fölkelek, azt mondom, és akkor újra kezdem, és jó tudod kezdeni. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy az ember akármennyire van padlón, voltam én is, nem is egyszer. Arra büszke vagyok, hogy fel tudtam állni, és tudtam folytatni. Uh-huh. És azt gondoltam, ha színész vagyok, most azt mondod, hogy esetleg nem nézek ki annyira rosszul. Szóval azért a színész vagyok, azt mondom, felelős vagyok azért is, hogy nézek ki, én ezért teszek is elég sokat, akár a táplálkozásomban, akár abban, hogy nem hagytam abba, én rendszeresen tornázom, rendszeresen mozgok, járok futni a kutyáimmal, úgyhogy ez fontos, ez hozzátartozik a munkámhoz, és hozzátartozik tehát így érzem jól magam. Most, hogyha én... Igen. Egy ilyen elhízott... Hát elég furcsán nézni. Hát furcsán is, rosszul érezni. Voltál kövér valaha? Kövér. Voltam 61 kiló, most 50 néhány vagyok, de nem éreztem akkor se jól. 61, az már nekem sok volt. Igen. Igen. Ez itt tökéletes. Olyan nehéznek éreztem magam. Mindjárt, de küzdködöm vele állandóan. Mindjárt erre az életmódra, meg az étkezésre, meg erre rájönünk, addig falatozzál egy picit. Elmondom neked, hogy tegnap kaptam egy e-mailt, és hát rengeteg, ugye napjában több száz levél érkezik, nem mindig tudok mindent elolvasni, valamikor hetek is eltelnek, és pont egy hetekkel ezelőtt e-mailt nyitottam ki. Nagyon sok ilyen életbölcsesség, meg ilyesmi érkezik, és az is fura, hogyha időnként egy-egy ilyet kinyitok, mert éppen van rá 10 percem, hogy megnézek egyet vagy kettőt, akkor valahogy mindig jókor nyitom ki. Tehát ez is fura, hogy megérkezik hetekkel ezelőtt, igen, és akkor miért igen, pont aznap nyitom ki azt az e-mailt? Tehát igen, a fülem se tudja. És az volt benne, hogy biztos, hogy nehéz időszakok. Ez minden napra igaz lehet, de én tegnap nagyon-nagyon éreztem, hogy nehéz időszakokat élünk meg, és hogy csináld azt, hogy holnap, hogyha reggel fölkelsz, akkor miért fölkelnél, akkor egy picit gondolj magadra, szeretettel, örülj annak, hogy reggel van, örülj annak, hogy föl tudsz kelni, örüljek annak, hogy lesz egy szép napom, hogy jó dolgokat fogok csinálni, és hogy boldogságba fog eltelni. És most ez így eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez egy belső filozófia, hogy olyan hihetetlen depressziósan éljük meg, tehát én is egyébként imádom, amikor körülöttem jókedélyek az emberek, de most az utóbbi időben hát annyi nehézség van, hogy én is ilyen vagyok sokszor, hogy azt sem tudom, mit csináljak, és akkor csodálkozom, hogy a többiek is olyanok körülöttem, hogy persze, csak engem ugyanez, tükröznek vissza. Hogyne. És egészen, igaz, hogy majdnem elkéstem emiatt reggel, mert egy 5 percet ott boldogságba füröztöttem magamat, és próbáltam tuningolni, de hát ez egy jó dolog. Szuper. Tulajdonképpen hát ez egy imádság, hogy mindenem szép és sikeres szuper legyen a napon. És milyen érdekes, hogy ezt mondod. Képzeld el, hogy én ezt csinálom minden reggel. Igen. Én úgy kelek fel, hogy ez nagyon érdekes, hogy én úgy kelek fel, hogy én ezt így végigmondom, hogy a mai napom,
és akkor úgy még a testem is, hogy minden rendben van, egészségileg így kelek fel, és akkor és a napom jó is lesz. De jó. Úgyhogy csinálom. Na, akkor csinálom. Mondom neked, ez volt a mai nap, ez volt az első, tegnap olvastam, nagyon és azt mondtam, hogy most így kezdem. Nagyon érdemes, és akkor annyira, is tudod, az emberek úgy gondolják, hogy jaj, annyira rossz minden, jaj, szörny. Akkor is kell, akkor is, és meg fogja látni, hogy akkor el fog picit indulni egy pici fény fele. Igen. Így van. Említetted, hogy azért tudatosan élsz. Így van. És hogy ez saját magadról, belülről fakad. A saját napi rutinodat hogyan alakítottad ki? Hát ugye kutyák vannak, azok valamit követelnek. Igen, van két fehér pulim, Csepke és Mázdi, egy lány és egy fiú kutya, és akkor ők reggel majd kaparják az ajtót kintről, és van két cicám, akiket a két puli üldöz a kertben, úgyhogy nálunk így ez a család, a kutya család és a cica család. És aztán vagyunk mi ketten a párommal, tényleg hatan vagyunk. Azt mondtam, hogy futsz például a kutyákkal. Szoktam a kutyákkal futni, igen. Amikor nagyon tele van a fejem, és dolgozom is számítógép előtt, és úgy érzem, hogy na most elég volt, fölveszem a futócipőt, elindulom, mondtam, a kutyáknak futunk, és akkor elkezdenek ugatni, tudják. És kifutok a mezőre, van még a közelünkben, hála Isten, egy jó kis futó rész, ahol még nem építették be a területet, hát bízom benne, hogy talán még egy darabig megmarad, és amire visszaérek és jól elfáradok, addigra teljesen kitisztul az anyam, és ugye feltöltődik az ember. De egy héten háromszor járok ilyen gerinctornára, úgy hívjuk, hogy Andrea Torna Szentelni van, egy csodálatos tanárunk, mozgástanár. Nagyon-nagyon sokan járnak évtizedek óta hozzá, még én is már 20 éves nagyszerű szakember. És már hát testfölt vele nem tud elküldeni? Jaj, hát nem. Fáj a hátad? Fáj a derekad? Szokott fájni a hátam. Azt tudod, hogy a gondoktól van. A szülés után fájt nagyon, amikor ő rendbe tette, és utána egy pár éve újra éreztem ilyen gerinc problémát, és ő, mivel nem csak sima tornatanár, hanem ő gyógytornász. Így van, tehát ismeri a felépítést, és olyan hihetetlen meg tudja erősíteni az izmokat, a gerincet, helyre kerülnek, ugye, mert azért fáj a gerinced állítólag, mert hogy egyik oldalra, stb. Na most az izmot megerősíti a másik oldalon, akkor újra helyreáll az egyensúly, és nagyon sokszor rendbe tettő már engem, úgyhogy nagyon szeretek hozzájárni. És hát ami a nagyon fontos, én a biomániás, bioőrült vagyok már évtizedek Mikor lettél? Hát én, mikor kiköltöztem Szentendrére, rögtön vadul elkezdtem kertészkedni, rögtön felástam az egész kertet, gyümölcsfákat ültettem, de nem tudom, hogy miért. Ez biztos bennem volt, hogy otthon faluról hoztam, de aztán nem csináltam én ezt, és így könyvből megtanulgattam, szomszédnénit kérdeztem, és úgy megtermelgettem magamnak mindent, és úgy rájöttem, hogy nem akarok ilyen mérgezett vegyszeres termékeket enni, és csináltam, és beleástam magam, és szerettem, és a mai napig is ezt csinálom, és hát ugye háromszörös ökonagykövet vagyok. Wow. És ezt én ezt egyébként nagyon-nagyon fontosnak tartom. Hát amit megeszel... Tehát nem csak papolsz róla, hanem azt szerint Így van, a családom is. De nem vagy vegetáriánus. Nem vagyok vegetáriánus, ugye most már egy tél vége óta bele cseppentem a makrobiotikába. Ez mit jelent? Makrobiotika, hosszú élet. Hát ez egy nagyon-nagyon régi keleti filozófia, és elvégeztem egy főzőtanfolyamot tavasszal. Sebestyén Szilviának van egy makrobiotika intézete, egy nagyszerű ember, és fogtam magam tavasszal, amikor úgy éreztem, hogy úgy tele vagyok, elmegyek egy főző. Már nézegettem őt régóta az interneten, és elmentem a főzőtanfolyamára, mert én már könyvből nézegettem a makrobiotikus ételeket, de olyan nem tetszett, olyan íztelen, olyan nagyon egyhangú, nagyon csak a gabona, semmi hús, és elmentem a főzőtanfolyamára, és találkoztam ott egy nagyszerű emberrel, jöttek hölgyek főzni, és csináltak, és isteniek voltak a kaják, és telehettem magam is a végére, ami fantasztikus volt. Nem éreztem azt ott, hogy úristen, most kipukkadok. És ez egy háromnapos főzőtanfolyam volt, a végére teljesen beleszerelmesedtem, úgyhogy én azóta is csinálom körülbelül most már az egy fél éve. Egészségügyi okai is vannak, meg szerettem volna megtartani a súlyomat, és én azt gondolom, hogy én ezzel megtaláltam, tehát amit kerestem, ugyanígy véletlenül, hogy akkor most, úgyhogy én a makrobiotika szerelmese vagyok. Egyébként ez egy másik érdekes téma. Igen, ezt még majd ki fogjuk fejteni, mert mondjuk ebből én nem sokat, tehát a gaboraféléket említetted, igen, meg hogy egy különleges, de kizárja ez mondjuk a rántott hús, sült krumplit? Igen. Mert igen. De nem kell, mondjuk, kinek mi jó, hát tudod, nem kell. Mondani, hogy
hogy a magyar emberek, hát nagy része tényleg húsleves, rántott hús, sült krumplit. De én mondjuk 100%-osan, tehát nekem az ünnep az ebből áll. Én is nagyon szerettem, de tudod, én nagyon-nagyon sokáig... Nagyon sokáig én az a gondom volt, én nagyon szeretem az állatokat. Uh-huh. És nekem, én nem lettem volna vegetáriánus soha, mert mindig azt gondoltam, hogy igen, erre szükségünk van, meg a gyerekem is, hogy egyen húst. És képzeld el, hogy elmentem erre a főzőtanfolyamra, ők nem esznek húst, halat esznek mondjuk maximum. És egyik pillanatról a másikra gond nélkül, nem kívánom a semmilyen húsfélét, nem kell, nincs rá szükségem. És megoldódott az a problémám, hogy azokat az állatokat, amiket én sajnálok, a kis tyúkokat, teljesen mint egy disznót vagy, hogy nem kell nekem azt megenni. Hogy nincs rá szükségem, mert eddig azt hittem, hogy szükségem van rá. És állatot én... tartottál egyébként kint szentelni? Hogyne, hát voltak csirkéim, amiket az én kutyáim, mire hazaértem, kinyúvasztottak. Azt egyébként a tojás miatt tartottam, akkor azt fogyasztottam. Tehát ez megoldódott, de... Vágtál le már állatot egyébként? Nem tudok. Isten őriz, tehát szegény anyukám még otthon, hát mi vágtunk. De hát én nem. Szomszédbácsit hívtam, hogy akkor, mikor már nagyon öregek voltak a tyúkok, hogy akkor vágja le. Lajos bácsi vágja le nekem, és mondom, hogy nem tudom levágni. És mondom, Ilikem, ez hozzá tartozik az egészhez, hát meg akarják enni, vágják. Mondom, nem megy, Lajos bácsi, nem megy. És akkor ott levágtott, folyt a vére, és akkor végülis megettük. De hát olyan szörnyű, nem? Hogy, szörnyű. Hogy megöljük, és aztán megesszük. De hát jó, ez egy másik történet. Igen. Nem vagyok fanatikus, tehát azért most, hogyha elém teszel egy szelet rántott húst, biztos megeszem, tehát nem csinálok ebből ügyet, és nem szeretem az olyan vegetáriánusokat, akik azt mondják, hogy úristen, nem, mert akkor rosszul leszek, jaj, nem eszem. De hogy lesz nekem rosszul? Nekem nyolas történetem van, szomszéd is kapott, amikor Zolika kicsi volt, akkor kapott a szomszéd kislány is egy nyulat, amikor miénk is, és akkor a kettőt összereztetük, és ahogy annak idején Kismanyi történetével volt, hogy egy szép napon a tenyésztő arra ébredt, hát nálunk minden régi bútorból már nyúlketrec volt, Jézusom. Kint a kertben, ne tudd meg. Azt hiszem 35 nyúl volt a maximum. Jézus, mert egyet Mária. Se vágtunk le, és ezek csak szaporodtak, tudod? És akkor gondoltuk, hogy hát most már itt lenne az ideje, hogy akkor egyet le kéne vágni, hát senki nem vállalkozott rá, a sógorom az még a legkeményebb kötésű pasinak számított a családban, megcsinálta, fölszolgált, tesóm megtüzdelte, ahogy kellett minden, és senki egy falatot nem evett belőle, kivéve a Zoli fiamat, aki ugye mondta, hogy fehér húsi, és ugye nem tudta, hogy a nyúl, és akkor csak annyit mondott a férjem, hogy Isten, milyen szép szeme volt, és ott vége volt. Úgyhogy aztán elajándékoztuk a nyulakat szépen, úgyhogy a környéken mindenki nyulat evett. És szélnek eresztettük a maradékot, úgyhogy hát ez már régen volt egyébként, de mondjuk én sem tudnék megenni úgy állatot, ha nekem kéne levágni. Igen. Na még erről a makrobiotikáról mondjál valamit, mert most azon kívül, hogy magvak. Hát tulajdonképpen itt az egyensúly, nem, gabonaféléket fogyaszt százalékokba. Az a lényeg, hogy meglegyen az egyensúly, és mindig az volt a gondom, hogy ha sósat ettem, utána édeset kívántam. Ha édeset ettem, akkor sósat vagy savanyút. Uh-huh. És így valóban úgy vannak összeállítva az élelmiszerek vagy élemek. A miszólevesről hallottál? Nem. Például Japánban azzal gyógyították nagyon sokáig, sugárkezelteket betegek, kimosol a szervezetedből ezeket a nehéz fémeket. Nagyon-nagyon finom, fontos. Reggelire például azt szoktam főzni, egy zöldségleves, egy ilyen miszópaszta van benne. Kipróbáljuk. A párod mit szólt hozzá, hogy ilyen étkeket főzöl? A párom az nagyon abszolút vevő erre. Nem mindenben vevő. A fiam is megkóstolta. Aha. Nagyon édes volt, hogy ette, csendesen ette. És akkor mondta, hogy ma mi rendes kaja nincs, anyu. Bence, itt csak ez van, úgyhogy majd főzöl magadnak, úgyhogy most ugye könnyebb, mert ő főz magának esetleg a saját lakásában. A lényeg, hogy mivel egyensúlyra törekszik, ez egy ilyen keleti filozófiában a táplálkozásban, eszel sósat, édeset, savanyút, keserűt. És mivel mindegyiket elfogyasztod, ezért nem kívánod azt, hogy még akkor még egy kicsit rákcsáljál, és ezért érzed magad jól, megkajáltál, és utána rendben vagy. Én ezt eddig nem találtam meg semmilyen táplálkozásban, próbáltam mindenféle diétát. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog, különben érdemes, aki bírja, vagy egészségügyi okokból érdemes ezzel ezt átvenni, vagy foglalkozni ezzel. Mi az, amit nézel szabadidődben? Vagy mi az, amit csinálsz? Mert ugye a színház megvan, igen. A
a saját, tehát játszol máshol és csinálod a saját színházadat. Mi az, ami a kertészkedésen és a főzésen kívül mondjuk leköt, vagy ami érdekel, vagy amire úgy rá tudnál cuppanni? Nagyon-nagyon szeretem a természetet, rengeteget szeretek kirándulni, biciklizni, emberekkel beszélgetni, jönni, menni, olvasni, egyáltalán otthon lenni a Szentelén a kertbe, és csak úgy bambulni, napozni, nézni az eget, megállni egy picit. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy így visszanézve a fél száz év, azt hiszem, azt gondolom, hogy rendben vagyok. Én is azt gondolom, hogy rendben vagy. Megengedem, hogy befejezd a reggelit. Köszönöm szépen, aranyos vagy. Na gyere, falatozzunk egy kicsit. Ez ugyan nem makrobiológiai táplálék, de ugye? Ez is az. A vajas kenyér és a mézecske, de egyébként a méz mondjuk rettentően egészséges. Úgy van. Szoktál piacra járni? Igen. Szentendrén van jó piac egyébként? Néhány néni van, aki őstermelő, uh-huh. azokat szeretem, akik maguk termelik meg a uh-huh. zöldségeiket, a helyesek, jó, el lehet velük beszélgetni. Sajnos nagyon kevesen vannak. Sasalmi piacon van egy hölgy, aki a véret nem olyan füstöltet akarsz, vagy valami ilyesmi, egy hónapig füstölik. Igen. És nem ez a gyors pácolt meg ilyesmi, valami elképesztően finom, uh-huh. és azt nyersen is lehet enni. Most tudom, hogy te ilyen másfajta étkezésre vagy ráállva, de hogyha jó bablevast akarsz készíteni, uh-huh. füstölt csülőkkel, és azt Isten a húst nyersen is lehet, uh-huh. akkor az valami kiváló, úgyhogy ezt ajánlom figyelmedben. Köszönöm. Egyébként nagyon jó dolgok vannak kint a piacon, azt én is imádom, amikor reggelenként. Tudod, nekem mi a reggel szombaton fél egy, amikor zár a piac, és akkor loholok, mint az őrült. Tényleg. És megyek és mondom, hogy mi van még nyitva. De az a néni, vagy az a hölgy, aki a füstölteket árulja, uh-huh. az megjött. Na, megjött a Lidácska. De ez milyen jó. Aha. Jók ezek a személyes. Tettem félre még egy kis finom sonkácskát. Úgy valami ilyesmi. Egyébként ez is jó dolog, hogy szoktál reggelizni egyáltalán soha. De. Kivéve most, mert meghívtalak téged egy jó lillás reggelire. Lillás reggelire, így van. Egészségedre. Köszönöm szépen.